Nagyon introvertált ember voltam, kisgyerek, és apám észrevette, hogy rajzolok, és az ottani boltos török bácsinak hívták a lánya, az járt egy szentendrei rajzkörben, de az valójában felnőtt szakkör volt. De engem 10 évesen elvitt oda. És ez azt jelenti, hogy nénit, bácsit rajzoltam, sokszor még mesztelenül is, alig múltam 10 éves. És hogy felnőttek között szívtam magamba a dolgokat. És ez annyira megpecsételte a sorsomat, hogy utána ez természetes volt, hogy ezt fogom csinálni. Én mániákus figuraábrázoló voltam, amikor elkezdtem már kisgyerekként is rajzolni, akkor állandóan arra koncentráltam, annak ellenére, hogy Szentendrén kezdtem, és a szentendrei utcákat, vagy Tahiban is mentem a Dunapartra rajzolni, a régi parasztházakat, tájat, Dunapartot. Hát, hogy egy dunakanyari gyerek ilyeneket fest. És visszadobták, és azt tanácsolták, hogy otthon a dunakanyari tájkép fessem. Én meg imádom a tájat, meg imádom azt a környezetet, ahol felnőttem, meg fantasztikus az egész Dunakanyar. De viszont van egy belső késztetés, ami kiapadhatatlan. Már 28 éve tanítok a Képzőművészeti Egyetemen. Egy rövid ideig a grafikán is voltam, és 97 óta, éppen most lesz negyed évszázada, hogy a festő tanszéken vagyok. És valójában sokat tanultam. Sokszor rajzban, sokkal szabadabban fogalmazok. Nagyon spontán módon rengeteg ilyet készítek, ami csak egy ilyen robbanás. A rajzi és a festészeti technika között van egy szabad átjárás. Ez egy változatosság és egy újabb és újabb ötvözete a technikáknak. Mindig felfedezem azt, hogy ami a grafikában inspiratív, azt hogyan tudom a festészetben kamatoztatni, vagy azt a nagyon erős plaszticitást hogyan tudom visszavinni. Ilyen darabkákból lesznek egészek. Az ember elégedetlen, sok mindent félbehagy, meg vázza. És akkor új kontextusba kerül, hogyha így összeragasztom. Itt vannak az én kis betározott dolgaim, amikor különböző fázisok vannak, és arra várnak, hogy valahová kerüljenek. És itt vannak azok a nyersanyagok, amikor festettem, de érzem, hogy valami miatt nem áll össze, már kedvem is lenne tépegetni és összeilleszteni. Utólag jövök rá, hogy az, amit racionálisan megfogalmazok, én önmagamra vonatkoztatva a saját munkáimra is, az egy idő után úgy beérik, és rádöbbenek arra, hogy egyáltalán nem arról van szó. Visszajött a Eukarisztia kiállításról. Én Szent Bertalant választottam, és sokan mondják, hogy igen, lehunyta a szemét. És közben nem akartam lehunyt szemet, de valahogy úgy sikerült az üres szem, hogy inkább ahogy az árnyék vetül, hogy az ember azt érzi, hogy nem tudom, hogy lehunyta. És akkor és ilyenkor van az, hogy az ember nem tudja megtervezni, tudatosan irányítani. Ez egy régi teknő. Akkor itt van a rengeteg lószerszám. Ugye már a Tahiban már nem is láttam igáslovat, meg kocsit, lovaskocsit. Hogy azért vésett arcok, mert itt ezt kifaragom és színezem. Most nem baj, nem pakolom ki a többi? Nem. Jó van. Na jó, nem bánom a narcisztikusságom és a zsenialitásom. Egy mániám, hogy ezek az ikrek, vagy ikerpár. Van benne ez a kettősség, mintha egymást kiegészítenék, mint hogy az ember önmagában is van benne egy kettősség. És szerintem a portré ábrázolásnál, amikor hát ez nem is hasonlít így, vagy úgy, vagy amúgy, engem az nem is érdekel. Például az, hogy most azt mondom, hogy ez önarckép, vagy nem, engem nem érdekel valami olyasmi, mint amikor valamit ki kell bányászni, valami rejtettséget.